autópálya alatt. Hát innen indul a mai túl, és egy olyan túrát csinálunk, amiben négyen megcsináltunk erővel, ezt meg nagyjából megismételni, hát 90-95%-on azonos útvonalon megyünk. Hát három falu túrá, én ezt a nevet adtam ennek a túrának, ugye mert érintjük Iváncsát, Belonaiszt és Bersnyőt ezen a túrán, de ugyanakkor érintünk még egy várost is, magát Adonyt, ugye az már város. Hát tartsatok velünk útközben, minden más megint akkor fogok beszélni, hozzák bőlegesen ez egy 20 km körüli túra, nagyon veszélyesnek nem lesz, és lesznek benne nagyon szép tájak. Na tehát akkor itt vagyunk Adonynál, az M6-os autópálya alatt, ugye ott megy fönt maga az autópálya, és itt van a Dunaújváros-Budapest vasútvonal maga, tehát innen indítjuk a túrát akkor. Ugye ezen a túrán, mint mondottam, jártunk már 2017 áprilisában, egészen pontosan 4 éve még Gergővel, ugye, és akkor az volt a túra a neve, hogy három falu túrája. Hát most akkor vagy az lesz a videó cím, hogy három falu túrája újra, vagy három falu és egy város túrája, mert ugye adon egy város, és azt is érintjük. A dologban az a nagyszerű, hogy 90%-on jelzett turista úton fogunk haladni, úton 90%-án, hiszen kitűnnek erre a jelzések, és magán a Mária az a rendőrkutat fogjuk követni, Belonaiszig, és akkor ott lehet, hogy egy kicsit letérünk róla, majd valamint ahogy megyünk át Besnyőre, ott már jelzetlen utokon fogunk menni. Túránkat az Iváncsai vasúti állomáson fogjuk befejezni. Hát mi 4 éve ugye Gergővel 21 kilométert mértünk a túrának durván, hát körülbelül annyi várat most is ránk. Hát majd meglátjuk akkor is, akkor keljünk útra. Erre olyan nagyon-nagyon nagy látnivalók nincsenek, de ami úgy lesz és szép, ami megragadja a tekintetünket, azt majd vesszük. Ugye? Hát akkor nekivágtunk tehát a túrának, ugye ott van mögöttünk az M6-os autópálya, és akkor távolodunk onnan. És akkor csak azért mutatom, hogy itt jól látszanak a jelek. Hát erre azt kell mondanom, hogy itt a semmibe nagyon-nagyon jó fel vannak festve a jelek erre mindenfelé, ezt már tapasztaltuk. Ugye a piros négyzet az csak bevisz Adonyba, nem visz tovább. A Mária Szarándokút az viszont elmegy talán egész Esztergomig akár. Ugye ezen mentünk Belonaisztól Erzsébe is hajdanán, és akkor ezt követtük 4 évvel ezelőtt is. Hát most is ezt fogjuk, a kék Mária jelzést. És akkor ezen fogjuk majd elérni elősőnek Adonyt, és akkor utána Iváncsát. Hát itt kint vagyunk a mezőkön, ugye itt nagyon-nagyon semmi nincsen úgy igazán. Ugye ott előttünk Adony van, hát nem tudom mennyire látszik a videón. Ott a kis dombon, ott meg már Iváncsa rajzolódik ki, hát nem tudom, a videó visszaadja azt is. Hát ilyen a táj, az időnk most egyelőre jó, van némi szelünk, de nem vészes. Hát eredetileg úgy terveztek, hogy ma a meccsekbe megyünk, de hát aztán ez nem jött össze többféle okok miatt, de majd bepótoljuk. Úgyhogy akkor ilyen hiányportló túrának szálljuk most, hogy ezen a hétvégén is legyen valami kis bulink. Hát akkor ide is értünk Adonyba, és akkor itt vagyunk a belvárosban, a Central Parkban, ugye nem ez a neve, ezt még mi neveztük el annak idején Gergővel így, Central Parknak, mert hát nagyjából itt van a városka közepén, és egy nagyon-nagyon jó kis jópofa park, sétányokkal, játszóterekkel, sportpályákkal, és hát van itt némi érzés, mert ott a focipályán rúgják éppen a bőrt, mellett a teniszpályán meg éppen teniszeznek. Tehát nagyon-nagyon jó pofa. Igen, Dunaújváros meg is teniszpályán. Na de ez mellékes. Ugye nagyon jó kis játszóterek is vannak. És azt akarom, hogy volt itt egy torony lég, de úgy látom, hogy lebontották. Volt itt egy ilyen... Hát egy ilyen... Vagy ez nem az ott belül? A fene se tudja. Na volt itt egy torony, egy ilyen fél torony. Fél ilyen leomolva, vagy valami ilyesmi volt. Lehet, hogy ott bent az a fák mögött, csak innen nem látszik jól. Az volt itt még érdekes. Na hát most itt éppen letértünk egy picikét a Mária Zarándok útról, de majd menjünk vissza rá, és akkor az visz az útunkon tovább. Hát a Adony vasútállomástól kb. 2 kilométert jöttünk ide. Ideig annyit tettünk meg a 20-21-ből. Na hát egyelőre nagyon jó az idő. Ugye azért is nem mentünk a meccsekbe máma, mert hát egyfelől rossz időt mondtak, úgyhogy ezt nem akartunk. Nem az, hogy féltünk a rossz időt, hanem jó lenne most már egy olyan túrán, hogy csak bemenni, amikor jó idő van. Meg eddig esett. Ja, meg eddig esett egész héten. Na, menjünk tovább, mutatunk mindent. Ugye Adony az itt van különben a Dunaújvárosi járásban, ugye most már város, és hát hozzávetőlegesen, ha jól tudom, akkor olyan 4500-an lakják. De lehet, hogy tévedek, meg így emlékszem. És ugye nagyon-nagyon sokszor jártunk itt Gergővel is a múltban, nagyon sok túránk indult innen, vagy nagyon sok túra jött ide, vagy nagyon sok túránk érintette, ugye itt van az Adonyi sziget, ami nagyon-nagyon látványos és kellemes, és itt lehet átmenni komppal Lórévre, Csepel-szigetre. Tehát nagyon sokat jártunk itt, meg valószínűleg mi fogunk is majd a jövőben.
Na, akkor megyünk tovább. Itt volnánk Adony központjában, egy, hát egy ilyen kisebb parkban, ami tele van ilyen szobrokkal, kapukkal, emlékművekkel, de nagyon-nagyon jó pofa és szép. Ugye itt egy ilyen, hát nem tudom, egy koronás emlékmű. Nem tudom, minek az emlékműve, talán a... nézzük meg. 56-os forradalom szabadságos emlékére. Ez, hát mondjuk az meg furcsa. Igen, ez a millennium emlékmű végül is. A millecentenárium emlékműve. De gondolom, akkor összekombinálták az 56-os emlékművel. Igen. És hát itt meg van egy ilyen nyitott könyvszerű emlékmű, amelyen leolvashatjuk, vagy amelyről leolvashatjuk Adonynak a jelentősebb történéseit, hiszem szerint, tehát ezt most nem sorolom föl, de így mutatom. Tehát nem rossz ötlet. Minden jelentősebb esemény ide le van írva a városka történetéről. Ja, a túloldalon meg van, ott is van egy emlékmű, meg van egy szobor, az a sárgás épület, az pedig maga a városháza, Adony városának a városházája. Na. Ugye, ez meg azt hiszem, hogy ez a művelődési központ, de ez valamikor egy kastély volt, és ez mögött van ez a bizonyos Central Park, vagy minek Central Parknak mondtuk, ugye? Central Park. Na, hát ez Adony, végül is nem csúnya. Jobb a kis település, kis városka, itt a Duna mellett. Na, hát lassan elhagyjuk a Adonyt, kérünk a településről, a település észak-keleti végénél. Itt a Kanyarkosmánál, ami sajnálatos módon ugye zárva van, hála ennek a tetves koronavírusnak, pedig hát meg tudtunk volna inni egy kis bedekót. És akkor itt a turista útunk, ugye a Mária Zarándok jelzés, itt a 6-os úton fog menni most egy pár száz métert, és akkor úgy érjük el majd a Cikolai vizet, amelynek mentén majd be tudunk menni Iváncsára. Na. Jó pofa ez a kosma, meg jók a felfestések. Igen, tehát nem sok mindent tudok mutatni, mert itt áll egy ilyen lakókosi féle. Na, nem rossz. Tehát egyszer már szívesen betérnék, mert mikor Gergővel voltunk itt 4 éve, akkor is zárva volt, pedig akkor nem volt koronavírus. Na, akkor menjünk tovább. Hát akkor magunk mögött tudjuk Adonyt. Ugye itt van fölöttünk maga a 6-os út. Ugye az M6-os után a 6-ost is eléltük. Hát itt egy repceföld. Kezd sárgulni, hát majd számításaink szerint 2 hét múlva vagyunk Repce túrára, és akkor megyünk arra, ugye most egy darabig maga a 6-os út mellett vezet a Mária Zarándok útjelzés, és az ez maga. Viszont ott már távolon felsellik egy töltés, és akkor ott fogunk elfordulni balra, Iváncsi irányába, és hát onnantól már azért szebb lesz majd a túra. Nem lesz ennyire semmit mondó a táj. Ugye már a Cikolai is se csúnya, és akkor Iváncsa meg Belois között a táj kifejezetten szép lesz majd. Hát reméljük a nap is kisüt, mert most elbújt egy kicsit. És akkor ez ilyen, hát akkor menjünk a legközelebb a Cikolai víztől jelentkezünk be. Na hát akkor eljövünk lassan a 6-os út mellől, és akkor ide értünk a Cikolai vízhez, ahol óriási meglepetésre csak a meder találtuk meg, a vizet azt nem, a tíme. Ugye ha visszanézitek a Háromfalú túrája című videómat, ami 4 évvel ezelőtt készült ugyanitt, ott látszik, azon látszik, hogy még mennyi víz volt ebbe a csatornába. Hát most egy deka nincs itt. Hát nem semmi, azért ezen úgy le vagyok mervedve. Nem mondom. Megnézzük, arrébb hátra lesz benne víz. De hát meglepetés számomra. Tehát 4 év alatt ennyit fordul a világ. Hihetetlen. Megyünk, ez az út már be fog vinni minket Iváncsára. És akkor mutatjuk itt is a bármi, ami szép és érdekes. Itt vagyunk továbbra is a Cikolai víznek a partján. Hát ennyi víz maradt a csatornában. Hát elképesztő. Tehát ahhoz képest, milyen szép volt ez itt 4 évvel ezelőtt. Hát most gyakorlatilag egy pocsolya. Tehát teljesen vagyok döbbenve ezen, de hát ez van. Ugye száradtak már ki a földön ennél nagyobb vizes medrek is, tavak is, folyók is. Hát amúgy ez a Cikolai víz, ezt a bizonyos Lívia tavakat köti össze Dunával. Hát az lenne a rendeltetése, gondolom, hogy a Lívia tavakat ellássa vízzel, meg leeresse a felesleges vízmennyiséget. Hát nem tudom, hogy ez az év minden szakaszára jellemző ez a víztelenség itt, vagy csak most van egy ilyen időszak, de hát az a meglepő, hogy a napokban voltak komoly esőzések is, tehát ahhoz képest tényleg semmi víz nincs benne. Elenyésző. Ott még a híd úgy látom megvan, hát ha tudunk, akkor kimegyünk rá, és akkor még onnan is megmutatom a csatornát. Úgyhogy ilyen. Hát ott van magunk mögött Adony, onnan jövünk. Ott kint ott a 6-os út, ugye mint gyakorlatilag ugyanazon az útvonalon megyünk, mint 4 évvel ezelőtt is Gergővel.
Hát úgy tervezem, hogy majd Belonaisz előtt teszünk egy kitérőt, és akkor magát Belonaiszt északról fogjuk megközelíteni, nem délről, mint akkor régen. Hát ennyi változás lesz csupán a 4 évvel ezelőtti túrához képest. Hát a kicsit beborult, és akkor elértük a hidat, itt vagyunk a hidon, ahol 4 évvel ezelőtt is megálltunk Gergőkémmel. Csak hát akkor sokkal szebb volt a kilátás, mert most aztán tényleg mindössze ennyi van. Maradt a cikolai vízből, hát nem egy üdítő látvány most ez. Bár biztos ennek is megvan a maga szépsége. De hát ahhoz képest, amilyen szép volt ez a csatorna, hát ahhoz képest most tényleg érdem, hogy Ratyi, mondanám a barátunk. És akkor másik oldalt meg már víz sincs szinte. Hát így meg. Teljesen benőtt a susnyás. És akkor maga a turista út az itt jön át a hidon, mert ugye az a csatornának ezen a felén jött, viszont mi a másik felén jöttünk, és akkor itt jön át a maga a turista út a hidon, és akkor megy arra Iváncsának, ami innen már csak pár száz méterre van. Na hát akkor ez volt tehát a cikolai víz, hát azt hittem, hogy sokkal szebb, de mondom, 4 éve nem jártam erre, így jártunk, a híd meg ilyen. Hát ez sincs valami jó állapotban, hozzáteszem, de át lehet még rajta jönni. Hát akkor a cikolai víz után elértük Iváncsát, és akkor megyünk be településre. Ugye rögtön egy ilyen emlékmű fogad, ugye ez gondolom az Iváncsa fennállásának 650. évfordulójára készülhetett 1982-ben. Hát azóta itt áll. És akkor itt jutunk be magára a településre, hát majd többet a település belterületén mondunk róla. Benézzünk ide is, mert erre vezet a Mária Zalándok út, aztán majd egy ponton ki fog vezetni. Jó hosszú település amúgy, több kilométer hosszan elterül, észak-déli irányban. És akkor meglátjuk, mit mutat. Hát akkor itt vagyunk Iváncsának a központjában, ugye Iváncsa legnagyobb nevezetessége, talán ez a Herkules szobor. És ugye Iváncsát is a Fehér megyében találjuk meg a Dunaújvárosi járásban. És a település ez közel 3000-en lakják, hát valamivel talán kevesebben. És hát a fő nevezetessége mellett még meg kell, hogy említsem a labdarúgó csapatát is ugye, amely jelenleg az NB3-nak az élcsoportjába vitézkedik 2021 tavaszán, de már évek óta ott van. És hát nagyon népszerűek a környéken. És hát rendben megverik a mi csapatunkat is, akárhányszor találkozunk velük. Itt van nem messze különben a focipálya is, itt az iskola mögött. De hát oda most azért nem megyünk el. Van még a faluban tanúszoda is, úgy tudom. És hát vannak szép templomok is, tehát egy betérés megér az embernek ide eljönnie, és hát nem mellesleg nagyon jó helyen fekszik, ugye vasúttal kitűnően elérhető, viszont a főváros, a Fehérvár vagy akár Dunaújváros felől is könnyen megközelíthető maga a település. Na tehát ez Iváncsa, látom még valami érdekességet, akkor mutatom, nem, akkor pedig megyünk tovább majd a Kék Mária jelzésen. Magunk mögött tudjuk most már Iváncsát, hát most olyan sok látnivaló nem akadt. És akkor megyünk itt a Mária Zalándok úton, most már itt az Iváncsa mögötti dombokon lefelé, és majd itt lesz egy kicsit változatosabb és szebb a táj, majd rövidesen, és akkor majd úgy érünk be Belonaiszba, majd nem sokára. Hát ilyen az időnk, elborult most egy kicsit, de nincsen hideg se. És hát ez van, azt mondom, ez egy ilyen hiánypótló túra most, ugye, mert csak egy túra helyett ugrott be. Hát különösebb látni valamunk olyan nagyon nincsen, de hát el vagyunk most is. Aztán gyalogolunk egy 20-ast körülbelül. Itt vagyunk Iváncsa és Belonaisz között, és itt már kicsit szombosodik a táj, hát itt már kicsit dombos. És hát szép, nagyon szép végül is. Ugye eljöttünk azon a 4 évvel ezelőtti túrán is. Hát itt még szent már itt a mezőföldnek a keleti széle látszik. Mi ott a, kint ott a fáknál, ott a külső, ott már ott megy valahol a Dunavonal maga. Hát ilyen, sajnos elborult. Hát így nem annyira szép, mint napos időben, de azért ennek is megvan itt a maga szépsége. Jó járható az út, viszonylag tűrhetők a jelek most is, 4 év elmúltával. És ilyen. Hát egy kicsit valahogy fáradtamnak érzem én is magamat, talán a hétfőn a meló volt sok, vagy nem tudom. De most valahogy, vagy az időjárás, nem vagyok olyan fit, mint szoktam lenni, úgyhogy most valahogy kicsit nehezebb
de majd megállunk pihenünk, azt bekapunk néhány falat, az hát, ha jobb lesz. Hát ilyen, ugye annak idején fölmentünk azokra a dombokra ott Gergővel, nagyon jó a kilátás onnan. Már hogy melyiken voltunk fönt, azt nem tudom, de valamelyiken fenn voltunk. És akkor itt folyik lent majd a régi váli víz, ott abban a mélyedésben, ott a fűszváknál, majd lehet, hogy azt hiszem oda levisz a túlt, ha minden igaz, de nem biztos, ahogy emlékeimbe él. Hát az egy ilyen vízfolyás patakszerűség, és hát ugye a Dunába ömlik bele, hát valószínű, hogy a Gerecsébe lehet, ha jól tudom. Na menjünk akkor, meglássuk, mi mutat. És akkor itt van az a domb, amiken mi Gergővel fönn voltunk annak idején, most megszembe jutott, így szembe. Hát lehet, hogy most is fel kell menni, szétnézni. És akkor itt kialakult egy ilyen völgyszerűség, egy ilyen katlan. Hát nem kell egyetlen olyan nagy domokra gondolni, hát mennyi lehet ez tengerszint feletti magassága, 100 méter talán? Innen törlünk, meg milyen magas lehet, 50 méter? Nagyjából, de úgy jó pofa. Végül is. Hát ilyen. Sajnos itt is van szemét, ha jól látom, az utak mellett. Pedig hát nagyon sokan nem járhatnak erre. Hát ilyen a táj itt. Iváncsa szomszédságában. Hát ennek is megvan a maga szépsége. És akkor úgy, mint 4 évvel ezelőtt Gergővel, Mazolikával is feljöttem akkor ide erre a dombra. És hát innen nézzünk szét a világra. Hát ezt látni. Ugye hát körülbelül nem tudom, 100 méter magasan lehetünk, 110. És akkor ugye ezek itt a Mezőföld keleti szélének lankái. Mert innentől keletre már teljesen sík a terület. Hát ott látszik is. És íme ilyen. Erre befelé megy egy völgy, ugye, mint mondottam, föntről is meg lehet csodálni. És itt az a falu, az már maga ott Belo Ionis. De hát hamarok kéne megközelítenünk, amit fönt a Szántaföldről. Talán. És ott mögöttünk pedig ott van Iváncsa. Ott Iváncsai víztorony is talán látszik. Hát nagyon el van borulva az idő, de nagyon szép a táj, tényleg. Na, hát azt hiszem ezen a túrán a legmosabb pont, ahol vagyunk. Innentől már fölfelé nem nagyon vezet út. Na hát akkor pihentünk itt egy jó nagyot ezen a szép helyen. Talán ez ennek a túrának a legszebbik helye. Valószínűleg. És akkor találtunk itt egy úgynevezett kitaposott ösvényt itt a gerincen. És akkor megyünk arra, meglátjuk, hogy merre vezet. Hát lehet, hogy oda a váli vízhez nem megyünk le, az ott van lent ott a fűszváknál, az a mélyedés, az a kicsi csatornaféle vagy patak, hát az a régi váli víz, az a neve, mint mondottam, hát oda most nem valószínű, nem megyünk, megnézzük ez az ösvény, hogy ma hogy vezet, mert valószínűleg vissza kell mennünk oda le az útra. Azt hiszem, annak idején fönn mentünk a Gergővel, ott viszont már Szántóföld van. Igen. Ott van Belohanis. És erre az ösvényre itt nem emlékeztem, nem emlékszem. Lehet, hogy ez akkor nem volt itt. Na hát ilyen a táj, hát szabad szemmel jól látszik 100 halombatta, és nem tudom, hogy a videó visszaedje ott a messzeségben a gyárkéményeket. Az maga ott 100 halombatta. Ugye körülbelül, mint mondottam, 100 méter magasan lehetünk itt. És ott az Olika, itt talán látszik az ösvény is, ez a kitaposott ösvényféle. Hát valószínűleg akkor itt már jártak előttünk. És akkor itt valószínűleg, igen, úgy emlékeztem, hogy itt kibontakozik egy másik völgy. Mindjárt. Hát ezt még megmutatjuk. Addig hagyom dolgozni a kamerát is. És hát ugye, amikor 4 évvel ezelőtt voltunk itt Gergővel, akkor nem láttunk itt egy teremtett lelket se. Hát azért most ficeregnek egy páran a környéken. Jó, többnyire itt a hétvégi telkeznek a gazdái, meg a melósok itt a Szántaföldeken. De mentek már el, de koszmotorosok, biztosok is, sétálósok is. Úgyhogy ahhoz képest tényleg sokan vannak a 4 évvel ezelőtthez képest. Hát sajnos szemét az van, ugye mondottam itt a Szántóföld, itt a fennsíkon. És akkor itt le is tudunk menni majd valószínű, és ott van egy kisebb völgy, igen. Mondjad? Nem megyünk, nem? Mert itt fönn nem tudsz bejutni a faluba, mindenképpen le kell menni. Itt nem tudom menni, mert itt lankás.
Ja, ott lemegyünk. Na, hát így vezet az ösvény. Akkor visszamegyünk, mert lent megy a jelzett út, ugye ott lent, az a Mária Zarándok út. És az bevisz a faluba, és hát akkor arra megyünk. Hát a táj egyelőre jellegében nem változik. Ilyen dimmes dombos, és ugye lejöttünk a dombról. És akkor, ha már itt vagyunk, akkor lejöttünk a Váli vízhez. Hát ez sem az utolja meg magát, mert egy szemvíz sincsen benne. Ugye hasonlóan a Cikolai vízhez. Hát itt is tartunk a víz. Pedig itt folyna el maga a régi Váli víz. Hát ennyi maradt ebből is. Mai nap úgy látszik, hogy nincs szerencsénk a vízfolyásokkal. De hát a fene bánja. Itt a dombok viszont tényleg szépek végig. Nagyon. És hát ugye itt a mederben, hát nem más, mint egy fűnyíró van ott. Kimeredett fűnyíró, meg valami kábel. Hát nem semmi. Na. Hát igen. Menjünk akkor tovább. És akkor, hát még a táj erre szép, lehet, hogy még előveszem a videót, de nem akkor Belonais, ugye? Igen. Na, ott veszük elő. Hát úgy látszik, ma fáradtam, hogy tényleg így a heti meló után, mert nem nagyon megy a beszéd. Pedig nem is ittam. Ez van. Itt vagyunk most már Belonais alatt. És ugye a kék jelzés, a kék Mária az most arra elmegy. Mi viszont akkor megkerüljük a falut, és akkor éjszakról fogunk bemenni. Hát itt érünk le egy kicsit a 4 évvel ezelőtti úthoz képest. De ez pár száz méterről lesz csak szó. Hát itt van valami löszös fal szintén, vagy löszhegy, vagy löszdomb. Ami úgymond félbe van vágva talán, vagy valami ilyesmi hatást kelt. És ott pedig van valami kuckó, ami távolról úgy néz ki, mint egy buszmegálló. Esküszöm. Nem tudom mi az, hát odáig menjünk el akkor. És nézd meg, milyen lyukok vannak rajta, amit lőtek erre, vagy mi az Isten? Nem tudom. Tele van lyukokkal ez a fal, ez a löszfal ott. Nem tudom, hogy a videó visszaadja. Hát szerintem megpróbálok rá. És úgy talán jól látszik, hogy tele van lyukokkal. Hát az Isten tudja, hogy mitől van ez. Lehet attól is, hogy oda lövöldöztek. Akár... Mi? Hát nem tudom. Vagy van mi állatok, nem? Hát ennyi. Ennyi őket csinál. Vakondok. Nem tudom, az út erre is sok járható úgy tűnik, de ez már akkor mondom, itt már jelzetlen út. Úgy eddig a Kék Mária jelzésen jöttünk. A jelzések hát nem azt mondom, hogy tökéletesen, de jól fel voltak azért festve. Jobban, mint némelyik hegységben, hozzáteszem. És ugye csak a mezőföld, annak is a keleti széle. És valóban sokan mozognak erre, előbb egy traktoros jött velünk szemben, most valami autót hallok. Úgyhogy tényleg, az a nyugodtság is eltűnt, ami 4 évvel ezelőtt volt. Vagy motor, motorosok, nem is autósok erre jönnek. Ja, akkor azt motorosok, vagy csak egy. Na, hagyjuk elmenni. Hát igen. Úgy látszik, erre nagy divat ez. Na, hát hagyj motorozzon. Na, még erre kuckorolni kíváncsiak tényleg. De ott is jönnek szembe. Azok a biciklisek, nem, motorosok. Egy biciklis, egy motoros. Ne elteszem a kamerát, mert... Nem, quad? Quad. Na, beszállás kérem. Na, elteszem a kamerát, mert nehogy itt ezekről ne tudjunk dolgozni. Na, megtisztultam, mennyire az környék, tehát a quadosok meg a motorosok elmentek, és akkor ide értünk ez az épülethez, hát nem nagyon tudjuk eltalálni, hogy mi lehetett ez. Csak eddig van szeméttel. Igen, tele van szeméttel, ezt hozzáteszem. Cipők is vannak bent, meg hát rengeteg szemét. Nincs ajtaja. Nincs ajtaja? Hát csak nem a másik oldalt. És úgy láttuk, hogy hát innen nem látszik, hogy a tetején van egy háromlábú szék. Hát nem tudom, mit célszolgált itt ez a kereképület. És azt mondja az Oli, hogy nincs ajtaja. Hát akkor jó, hogy tudja, mi volt. Lehet tippelni, aki gondolja. Itt a semmi közepén. És akkor itt vagyunk Belonais alatt már. Ezek már ott a falunak a fái. Odafönt.
Hát itt megyünk, majd egy kicsit megkerüljük, és akkor mondom, észak felől jövünk be a faluba. Ugye annak idején délről mentünk. Mondjad? Nincsen benne annyi szemét, hogy meddig betonos, egy jó egyharmadik, és azon van szemét. Érdekes. Na, tippeket kérünk, mi lehetett ez az épület? Mit szolgáltott? Távolról meg eleve négyszögletesnek tűnt, így közelről láttuk csak, hogy ilyen kör alakú. Főleg, hogy nincs ajtaja. És főleg, hogy nincs ajtaja. Na, jó. Tehát ez a hét kérdése. Na és akkor itt vagyunk azon a ponton, ahol újra elérjük a Kék Mária jelzést, és megyünk majd arra. Ugye a Mária megy arra, hát ez már egy másik túránknak a része volt, mikor innen Belonaisból mentünk át Ejecsire, szintén Gergővel, hát az is, ha jól emlékszem, 4 éve volt. És akkor itt jön le észak, a falu északi részéről jön le itt a Mária zarándok út, mi viszont innen fogunk visszamenni a faluba, Belonaisba, és akkor innen megyünk át majd Besnyőre. Hát Belonaisról majd többet akkora felértünk, itt van fönt a fennsíkon maga a falu. Hát én mikor itt voltam Gergővel 4 éve, akkor nagyon szép őszbe voltam, itt nagyon szépen aranyba úsztak a fák, nagyon szép ősz volt, és akkor mentünk arra el, egészen Elcsig. Hát ez egy 12-13 kilométeres túra volt akkor. Na, hát akkor menjünk. Föl a görög faluba, majd megmondom, hogy miért görög. És akkor itt vagyunk most már Belonais határában, itt vagyunk a Belonais északi oldalán lévő parkerdőben. Ugye itt jöttünk le azon a biznisztúrán, amikor Elcsibe mentünk Gergővel. Hát szép ez a rész, és lassan kezd zöldülni az erdő. Hát most már ideje, mert most már április közepe van, igencsak. Úgyhogy ideje a zöldülésnek. Szerintem 1-2 héten belül minden zöld lesz, meg most már mindenhol. Na és akkor beérünk lassan tehát ebbe a faluba. És akkor majd a főtéren többet mesélünk róla. Itt vagyunk akkor Belonais főterén. Ugye itt egy nagy tér van, és akkor itt a faluház. És körülnéz az ember, akkor ott a művelődési ház, akkor ez lehet, hogy nem a faluház, hanem könyvtár? Ez könyvtár. Jó, akkor az a művelődési ház, a faluház. Itt vannak az utcák, és akkor itt a polgármesteri hivatal. Ugye Belonaisban vagyunk, és akkor jól látszik, talán nem tudom, a videón látszik, hogy a polgármesteri hivatalon kim van a ciprusi, meg talán a görög zászló is, meg a magyar is. Ugye elmondanám, hogy ez a Belonais Dunaujvárosi járásban találjuk meg szintén. És valamivel többen, mint 1000-en lakják a falut, és hát ez arról nevezetes, hogy a görög, a legnagyobb görög kisebbség itt él Magyarországon. Tehát főleg görög nemzetiségűek lakják. Hát most azért olyan nagyon nagy számot nem kell tetességére tenni, mert úgy olvastam, hogy a 23 vagy a 20% a falunak vallja magát görög nemzetiségűnek. És ugye 1952-ben a görög polgárháború idején ugye menekültek ezek itt Magyarországra, és lett számukra kialakítva ez a falu, és azóta itt élnek. Ugye a falu neve meg Belonaisz, ugye ez a görög kommunista hősök ott a nevét. Hát ugye a kommunista idők elmúltak, de a falu neve azonban nem változott. Hát itt is az emlékműve a hősnek, ezt meg megmutatom. Amúgy nagyon szép kis csöndes, nyugodt, takaros falu és tiszta. Tehát nem nagy, hozzáteszem, területre sem nagy. És íme. Görög néphőse, tehát úgy is van kiírva. És akkor ott van fönt kiírva, hogy hát azt nem tudom, milyen cirkai betűkkel van kiírva, de gondolom akkor ez Belonaisz maga. Ugye 1952-ig élte minden igaz, gondolom akkor a görög polgárháború veszette el az életét. És akkor itt még vannak valami emléktáblák, hát ezt nézzük meg. Itt kiírva, hogy világos kerül menni tilos, de hát jól van. Mindenkit, kik értetére haltak Szentvilágszabadságát, az mondjuk ez más. És ez meg valami felszabadulási emlékmű. Hát na. Hát egy kicsit itt maradtak még a kommunista idők, úgy látszik ebben a faluban. De hát a függetlenül mondom, hogy nagyon kellemes kis település, nagyon kellemes a község. Így amikor mi itt jártunk Gergővel, akkor volt itt egy nagyon kellemes kis kocsma is nyitva, és akkor tudunk egy jót inni is. Hát most nem fogunk tudni, ugye koronavírus van. Ez állva sajnos még mindig minden, most már lassan egy éve. Na, tehát akkor ez Belonaisz. Hát még a falu elején van az a görög templom, amit érdemes megmutatni. Hát ha arra megyünk, akkor megmutatom. Aztán innen megyünk át, akkor majd magára Besnyőre. De most tartom egy kis minden. Hát akkor még mutatom akkor Belonaisz főnevezetességét, ezt a görög katolikus templomot. Ugye ez itt van mindjárt a falu elején, ahogy közúton beérünk a faluba.
most így fér bele a kamerával, igen közel állok hozzá. Így azt írja, hogy a Konstantinápolyi egynemes patri archátus Magyarország Ortodox exarchátus Szentdemeter Görögkeleti Egyház közösség. Jó. Na, remélem érthető voltam. Nem, akkor így jártatok. És akkor itt a falu névtára megmutatom, hogy hát higgyétek el, hogy a falu neve valóban Belonais. És nem tudom, hogy ezt még elmeséltem az előbb, ugye, hogy az 52-es polgárháború után lettek ide, vagy ide menekültek a Magyarországra a görögök, és ide az ő elszállásukra hozták létre ezt a falut. Na most, amikor véget ért a polgárháború, akkor ezeknek a görögöknek egy része visszatért Görögországba, egy része viszont itt maradt, és akkor az ő leszármazottai élnek itt ebbe a faluba, hát íme. Ugye talán ilyen hiszitek. Belonais, hát elég nehéz kimondani is. Hát ez. És akkor itt van rögtön, mondom, a falu elén ez a görög katolikus templom. Na hát akkor még innen megyünk Besnyőre, és akkor ott lesz a három falu túrája közül a harmadik. Na hát akkor magunk mögött tudjuk Belonaist, és akkor érzékeny búcsút veszünk tőle. És akkor hát most a minden igaz, szeretnénk átmenni Besnyő felé, viszont itt a régi vasúti átkelő, itt megszűnt. Ugye itt csinálják a vasútállomást, csinálják a környéket, és itt volt régen maga a vasúti, itt lehetett átmenni a vasúton. Hát most nem igazán lehet, főleg, hogy a vasút túloldalán van egy mély járok, és ezt nem tudjuk átugrani. Hát most megpróbálunk kerülni, viszont ha nem nagyon tudunk kerülni, akkor megyünk az állomásra, értelemszerűen akkor kiadjuk Besnyőt. És jön a váróátvonat, itt megy az Intercity. Igen. Na. Megnézzük, és akkor még be tudjunk-e menni Besnyőre. Hát a mi vonatokunk még van 2,5 óra. Úgyhogy most bejutunk Besnyőre, akkor még ezt el tudjuk kérni. Hát sikeresen átjöttünk végül is a vasúton. És akkor most már itt vagyunk az M6-os felett. Ugye az M6-osról indítottuk a túrát Adonyból, Adonyi vasútállomás mellől. És most itt jövünk át. Besnyőre menet. És akkor ott előttünk már talán, nem tudom, a videó visszaadja, ott felselik maga Besnyő. Hát ugyanazt tudom mondani, mint 4 éve, hogy innen származik maga Besenyő Pista bácsi is, de hát közben a falu nevét Besenyőről átváltoztatták Besnyőre, hogy a gyengébbet kezdőjére ezt könnyebben le tudják írni a személyükbe. Hát így alakult ki Besnyő, ugye ez is a Dunajvási járás egyik faluja, települése, és hát ezt 1800-an lakják, és ez már nem görög falu, hanem ez már magyar falu. Hát majd oda megyünk még le, és akkor jövünk ide-vissza Imánsai vasútai állomásra. Na. Az M6-os ugye, ez Budapestet köti össze lassan most Pászékkel, aki nem tudná, de el lehet rajta jutni többek között Dunaújvárosba is. Hát akkor menjünk, és akkor Besnyő következik. Na hát akkor tehát beértünk Besnyőre, ugye Besenyő Pista bácsi szülőfalujába, és hát itt született Bobor János, igazság szerint úgy tudom. Ugye Besenyő Pista bácsi Bobor Jánnak volt az edző. Na hát innen származnak a minden igaz, de ha nem, akkor tévedünk. Na mindegy, tehát ez a fő templom itt a faluba. Ha jól látom, akkor egy katolikus templom. És hát nem nagyon derenk, hogy volna más nevezetessége a falunak. Hát ott van még egy emlékmű, ott meg egy feszület. Ugye síkvidéken vagyunk, ez a falu ez teljesen sík, és ez nem magyarok lett a falu, ez nem görög. És mondom, 1800-an lakják, és ugye ez a három falu Iváncsa, Belonais és Besnyő, ez itt van, hát egy ilyen körbe, nagyon közel egymáshoz. És gyakorlatilag a vasútállomás, ez az Iváncsai vasútállomás, ez ezt a három falut látja el. Na hát bemegyünk a központba, hát ha van valami érdekesség, akkor vagyunk Besnyőn, ugye ebbe a parban, ami tele van emlékművekkel, és amelyekben van egy játszótér is. Hát és ugye itt játszott Gergő, itt pihentünk meg 4 évvel ezelőtt utoljára azon a bizonyos túrán, ez volt az utolsó pihenünk. Ez a játszótér, meg ez a park. És ugye akkor is mutattam itt az emlékműveket. Ha szemnél szembe, hát sajnos, hogy ez is található itt. Ugye ez a második világháborús áldozatok emlékére emelt emlékmű. Például. Talán ez nem volt még kész akkor, amikor itt jártunk, valamelyik nem volt kész, éppen akkor csinálták. És akkor itt a többi. Éppen pihenni is lehet, padok is vannak. Igen, itt is van még akkor emlékmű.
hát íme, mi ez a millennium emlékmű ez is. Nem, ez a falu 50 éves évfordulójára emelt emlékmű. Bocsánat. Csak a millennium évében emelték. Hát ez meg a jó ég tudja, hogy mi lehet. Hát ez is valami emlékmű. Kiírást nem tudom, hogy látok-e rajta. Nem nagyon. Na itt van valami. Azt mondja, felújította be, és nyújt a lekát, ez csak a felújításról szól. Az nem örülök, hogy milyen emlékmű, hát valamilyen ez is. És akkor itt ez a park. Egy nagyon-nagyon szuper játszótér van. És akkor nézzük meg azt a hintát, amelyikben Gergő játszott még 4 évvel ezelőtt. Hát ugye sajnos Gergő már nem lett itt velünk. De talán a lelk az most is itt van velem. Ha minden igaz. Igen, ott az a hinta, amiben Gergő is izélt. Játszogatott, elmenjünk odáig még. Hát így ott az az iskola. És egy nagyon-nagyon kis szuper játszótér. Van itt Besnyi belterületén. És igen. Itt van ez a bizonyos kis körhinta. Amelyben Gergő szórakozott 4 évvel ezelőtt. Hát sajnos, hogy most nem lehet itt velem már. Íme. Igen. Na, pörgetem pörögő. Hát persze, hogy pörög. És akkor képzeljük oda be a Gergőt. Hát igen. És akkor ebben az emlékmis parkban tényleg egy remek játszótér is van. Még Gergő is próbálja. Hát én már a nézésétől elszédülök. Úgyhogy én biztos már nem ülnék. Semmi. Nem szédülsz? Ah, kicsit se. Na, hát túránkból még annyi van akkor vissza, hogy elmenjünk akkor az Ivancsai vasútállomásra, hát az ide még 1-2 kilométer, és akkor ott végződik ez a három falu túrája, amit megismételtem, ugye 4 évvel az eredeti után, az Zolikával voltam itt, és álltuk be. Hát talán nem volt olyan látványos, mint a hegyvidéki túrák, de voltak ennek is azért szép részei, és akkor megyünk tovább tehát. Na hát akkor ide értünk Ivancsai vasútállomáshoz, és akkor itt végződik ez a mai túránk, hát akkor összefogom egy kicsit a eseményeket. Ugye a három falu túráját ismételtük meg 4 év után. Hát annyi különbsége, hogy sajnos Gergő nem tudott már velünk lenni. Ugye a túrát hasonlóan, mint 4 évvel ezelőtt is Adonyból a vasútállomás mellől az M6-os alatt indítottuk. M6-os alól, és akkor besétáltunk magába Adonyba, ott a Central Parkot néztük meg a városházán azt a kis teret. Utána jöttünk a 6-os út mellett, és úgy értük el a cikorai vizet, hát aminek vizet viszont alig-alig találtunk, nagyon-nagyon ki volt száradva a cikorai víz. Ugye az egykori nagyon szép csatorna most szinte semmit nem mutat magából. Ott végigmentünk a parton, és akkor úgy jöttünk be Iváncsára. Hát Iváncsán ugye mit tudtunk megnézni, a Herkulesz volt egy kicsit, aztán nem nagyon tudtunk hogy kavarni, mert rendőrök voltak. Én meg a maszkot nem akartuk volna venni ott előttük. Átmentünk fél Iváncsán, ugye nagyon-nagyon hosszú település, és akkor úgy értünk le ahhoz a dombos részhez, ami igen szép volt, talán az volt a túrának a legszebb szakasza, ugye Iváncsa után. Ott végigmentünk több kilométeren át, dombokról föl, dombokról le, és akkor úgy értünk be Beomaiszba, ahol megnéztük a főteret, ugye onnan pedig akkor átadottunk itt Besnyőre, itt megnéztük a templomot, meg azt a játszóteret. Hát volt játszóterekből ma bőven a mai túrán. Hát úgymond ez a túra egy olyan hiányportó túrának szálltunk, mert ugye ma eredetileg a meccsekbe mentünk volna, de az most nem jött össze. Hát így zsalogottunk, szerintem egy 20-as biztos volt, 20 km, nem mértük most, de körülbelül 20 km volt. Hát remélem valamennyire ezt a tájat is sikerült újfent bemutatni egy kicsit kedvet adni hozzá. Esetleg aki úgy gondolja, az eljöhet ide, itt Kíváncsán, a vasútállomáson leszállni a vonatról akár. De itt megy el mellettünk az M6-os, nem olyan messze megy el a 6-os út is, tehát könnyen elérhető ez a környék. Hát ennyi voltunk máma. Folytatás legközelebb.